Imádkozzunk! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 151-es énekünk első és második verszakát énekeljük. A 151-es énekünk első verszaka így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Gyertek testvéreim, közösen imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk
a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve, a 484-es énekünk első és negyedik verszakát énekeljük. A 484-es énekünk első és negyedik verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áll. Testvéreim, Istennek ígéje, amely által szól mi hozzánk az Úr. Írva található Máté evangéliuma 6. részének 19-től a 21-ig terjedő versekben. Hogy Istennek ígéje miképpen van megírva a megnevezett helyen. Máté evangéliuma 6. részének 19-től a 21-ig terjedő versekben. Felolvasom, kérlek hallgassátok meg figyelemmel, és keresztényekhez illő alázatos lélekkel. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörhetnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly,
sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törhetnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Keresztény testvéreim, nem csupán akkor, amikor életünkben valami rossz történik, hanem folyamatosan, szinte életünk minden pillanatában elmélkedünk azon, hogy valamilyen formában a mi életünkben szükség lenne a változásra. Vagy fogalmazhatnánk úgy is, hogy életünk folyamán fokozatosan szeretnénk mi magunk is változni. És amikor a változásról hallunk, akkor talán legtöbbször a külsőségek jutnak eszünkbe. Szeretnénk valamit változtatni a mi külsőnkön. De keresztény testvéreim, ez az ige szakasz is nagyon jól szemlélteti azt, hogy nekünk folyamatosan arra van szükségünk, hogy belül változzunk. Hogy a mi gondolkodásunkban tudjunk mi magunk változni. Hogy ne a külső dolgokra fókuszáljunk, hanem sokkal inkább azokra a belső dolgokra, amelyek meghatározzák a mi mindennapjainkat és a mi életünket. Szeretnénk változni, szeretnénk gondolkozásmódunkban változni, és ugyanígy szeretnénk változni a mi életfelfogásunkban is. Szeretnénk változtatni a mi hozzáállásunkon, és ezt a felsorolást sokáig lehetne sorolni. Sokáig sorolhatnánk, és felmerül mindig bennünk a kérdés, hogy de miért is van szükség a változásra? Miért van nekünk erre szükségünk, és ez milyen kapcsolatban, milyen összefüggésben van ezzel a felolvasott ige szakasszal? És amikor erre a kérdésre keressük mi magunk a választ, akkor úgy gondolom, hogy ebben a felolvasott ige szakaszban meg is találjuk. És erre a miért kérdésünkre a válasz így hangzik: változnunk azért kell, hogy életünk új mederbe terelődjön. Akik itt vagyunk, akik ma ezen az Isten tiszteleten összegyűltünk, ezt a felolvasott ige szakaszt, az igazi kincsről szóló példázatot talán már számtalanszor hallottuk. De valahogy, amikor halljuk, mégis kérdéseknek a sokasága merül fel bennünk. Kérdéseket teszünk fel, hiszen ez az ige szakasz rendkívül egyszerű állításokkal van tele. És mondjuk őszintén, tele van olyan felhívásokkal is, amelyek gondolkodásra késztetnek bennünket. Gondolkodásra, változásra vagy változtatásra késztetnek. És amikor Jézus Krisztus is elmondja ezt a példázatot a hallgatóságának, amikor elmesélte, akkor ő maga is tulajdonképpen arra fókuszált, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a hallgatóságnak változtatni kell. És ez a változáshoz ezt a példát használja, amiben lehetőségeket tár elénk, és a lehetőségek feltárását követően pedig kifejti azoknak a valódi jelentését. Ebben a felolvasott ige szakaszban kétfajta kincsről beszél, ami értékrendünket határozza meg. És egyben sugallja nagyon jól számunkra, hogy igenis, változtatnunk kell. Kétfajta kincsről hallottunk, a földi kincsekről és a mennyei kincsekről. És bármennyire is emberi természetünkből kifolyólag igyekszünk mi magunk ezt összeegyeztetni, folyamatosan azzal szembesülhetünk, hogy lényegében ellentét párokkal találkozunk. Az első ilyen a földi kincsek. Egyszerű, kézzel fogható dolgok, de mi magunk gyakran esünk abba a csapdába, hogy ezek határozzák meg a mi életünket. Gyakran vélekedünk úgy ezekről, hogy
az életünket ezek köré, a földi kincsek köré kell nekünk felépíteni. Gyakran gondolkodunk úgy, hogy a mi környezetünk ezek a kincsek szerint kategorizál be, vagy határoz meg minket. Gyakran esünk abba a tévedésbe, hogy ezek a földi dolgok tükrözik a mi életvitelünket is. Hallhattuk ebből a felolvasott igeszakaszból, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket a moly megemészt, amelyeket őrizni kell, nehogy elvegyék tőlünk. És amikor ezekre gondolunk, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy mennyire is helytelen ez az életcél. Mennyire is helytelen a mi életfelfogásunk akkor, amikor ezeket a kincseket, ezeket a mulandó dolgokat, ezeket a földi dolgokat helyezzük a mi életünknek a középpontjába. És keresztény testvéreim, a probléma talán ott van, hogy rövid távon gondolkozunk. Nem merünk távlatokba tervezni. Nem merünk hosszú távon gondolkozni, és amikor is tervezünk, akkor talán a mi számításainkból kimarad Isten. Vagy hogyha nem is marad ki, akkor valahogy mindig a háttérbe szorítjuk. És gyakran esünk mi magunk is egyen-egyenként abba a csapdába, hogy a mának élünk. És talán fel sem tűnik az, hogy ezek a dolgok, amelyek után rohanunk, ezek a dolgok, ezek a földi dolgok, amelyek után folyamatosan rohanunk, ezek a pillanatnyilag értékesnek tűnő dolgok mennyire is el tudják veszíteni az értéküket. És hogy az idő múlásával valósággal értéktelenné válnak. És ezekkel szemben, keresztény testvéreim, ott vannak a mennyei kincsek. A mennyei kincsek, amikről rengetegszer hallunk, de talán nem tudjuk megnevezni pontosan ezeket. Nem tudjuk meghatározni, csupán annyit tudunk róla, hogy mindezt senki el nem veheti tőlünk. Tudhatjuk azt, hogy ez sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti. És hogyha erre példát kellene találnunk, akkor talán erre a legjobb példa, keresztény testvéreim, maga Jézus Krisztus, amelyet nekünk, keresztény embereknek igenis életünk részévé kellene tennünk. Gondoljunk csak az ő legnagyobb parancsolatára, a szeretet parancsolatára, a szeretetre, amelyhez kapcsolódik a jó cselekedet is. Jó cselekedet a fele barátunkkal. És folyamatosan ez a kör tágul, gyűrűzik. Fele barátunktól a családig, a családtól az egyházig, és az egyháztól pedig a gyülekezetig. És ezek, keresztény testvéreim, mind-mind olyan értékek, amelyeket, hogyha felismerünk, amelyeket, hogyha átérzünk, átélünk, akkor valóban ismerjük ennek az értékét. Hogyha fel tudjuk ezeket ismerni, akkor meg tudjuk igazán érteni ezeknek a lényegét. És ennek a példázatnak a lényegi gondolata, amely összefogja és összekapcsolja mindezt, az utolsó versben fogalmazódik meg. Amikor is ezt hallottuk, mert ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved is. Mert az igazi kincs a szívben található. Csupán rajtunk múlik az, hogy a mi szívünket az milyen irányba fordítjuk. Ha a földi értékek felé, hogyha a földi kincsek felé, akkor ez határoz meg minket. De hogyha a menny felé, akkor érthetjük meg igazán a mi teremtő és gondviselő Istenünknek az akaratát. És egyre inkább ott lesz bennünk, ott lesz a mi szívünkben a késztetés, hogy nekünk igenis változni és változtatni kell. Hogy kincseinket mi magunk a mennyben halmozzuk. Keresztény testvéreim, a változásra, a változtatásra igenis van lehetőségünk. A választás lehetősége ott van, előttünk áll. Nekünk pedig a feladatunk, hogy ezt a lehetőséget megragadjuk, és sose feledjük el azt,
hogy ahol a mi kincsünk, ott lesz a mi szívünk is. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, teremtő, gondviselő jó atyánk. Hálát adunk neked, mennyi jó atyánk, ezért a mai napért, ezért az újabb alkalomért, amikor összegyűlhettünk. Összegyűlhettünk ide a te hajlékodon kívül, és figyelhettünk a te ígédre. Meghallhattuk a te ígéd üzenetét, és köszönjük neked, hogy te ott vagy a mi életünkben, folyamatosan munkálkodsz, formálsz bennünket, és sokszor ráébresztesz bennünket arra, hogy igenis szükségünk van a változásra. Nem csupán a külsőségekre kell figyelnünk, hanem változtatnunk kell a mi értékrendünkön, változtatnunk kell a mi gondolkodásmódunkon, változtatnunk kell a mi belsőnkön. Felséges jó atyán, köszönjük neked, hogy te folyamatosan tanítasz bennünket, hogy a te igéd által mindig tanulhatunk valamit. És köszönjük neked, hogy ezen a mai alkalmon is felhívtad arra a mi figyelmünket, hogy a mi értékrendünket, a mi szemléletünket nem a földi mulandó dolgok felé kell fordítsuk, hanem sokkal inkább a mennyei kincsek felé, sokkal inkább te reád. Köszönjük neked, mennyi jó atyánk, hogy tanítasz bennünket, hogy lehetőséget adsz nekünk arra, hogy változzunk. Kérünk téged, mennyi jó atyánk, hogy légy velünk, formáld a mi szívünket, formáld azért, hogy felismerjük, hogy a mi kincsünk ott van, ahol a mi szívünk is. Imádkozunk, felséges Istenünk, ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek minden tagjáért. Te légy a betegekkel, az idősekkel, az árvákkal, az özvegyekkel. Te légy gyülekezetünk minden tagjával. Szent fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Imádkozzon ki magában elcsöndesedve. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedve adakozót szereti és megáldja az Úristen. Hirdetem továbbá keresztény testvéreim, hogy jövő vasárnap ugyanitt Isten tiszteletet tartunk, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy elkészült a választók névjegyzéke, aki szeretné megtekinteni, hogy szerepel-e ezen a listán, vagy szeretné ezt ellenőrizni, az Isten tiszteletet követően megteheti, ugyanis az a névjegyzék itt az úrasztalán található. Hirdetem azt is, hogy gyülekezetünk július 1-től orvosi asszisztens keres diakónusi állás betöltése céljából. Jelentkezni lehet a lelkipásztori hivatalban. A Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség
Köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy jövedelem adójuk 2%-át a gyülekezetünk támogatására szánják. A jövedelemadó 2%-a, illetve 3,5%-a ebben az esztendőben is felajánlható, és arra kérjük testvéreinket, hogy akik úgy döntenek, hogy mindezzel szeretnék támogatni az egyházközséget, azok átvehetik Isten tiszteletet követően ezeket az űrlapokat, majd vissza is várjuk ezeket az űrlapokat, hogy le tudjuk adni az adóhivatalba. Hirdetem azt is, hogy az egyházközség 3/2020-as határozata szerint az egyházfenntartó járulék a 2020-as esztendőben a jövedelem 1%-a, a jövedelemmel nem rendelkezők esetén 130 lej. A középiskolás diákok 18. életévüket követően mindaddig nem fizetnek egyházfenntartói járulékot, ameddig iskolába járnak. A Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség közgyűlése felkéri a gyülekezet felnőtt tagjait, hogy egyszeri alkalommal 40 lejjel támogassák az udvarrendezésnek a költségeit. Hirdetem azt is, hogy még mindig gyűjtünk az úrasztali klenódiumok kegyszerekre, és aki szeretné, hogy ezek mihamarabb elkészüljenek, az adományát átadhatja Isten tiszteletet követően Pap Zsuzsa diakónus testvérünknek. Végezetül hirdetem azt is, hogy a vasárnap délelőtti Isten tiszteleteinkről videófelvétel készül, amelyet megtekinthetünk az egyházközségnek a YouTube, valamint a Facebook csatornáján is. Most pedig áldás előtt a 400. B-jelzetű énekünk első és második verszakát énekeljük. A 400. B-jelzetű énekünk első verszaka így kezdődik: légy csendes szívvel és békével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme,
Istennek szeretete és Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.